Több mint 70 millió forintot nyert Petőfi bánya az óvoda épületeinek a korszerűsítésére, így mindkét óvoda épület megújul. Most a Minimano óvoda átadására került sor, ahol többek között megtörtént a fűtés korszerűsítése, illetve megújultak a mellékhelyiségek és elkészült az akadálymentesítés. Szinte azt lehet mondani, hogy a teljes épületet felújítottuk, hiszen kívül a külső felújítás után most egy komplet belső felújítás történt. A feladat az az a jövőt illetően, hogy Petőfi bánya minél több gyermek szülessen, és az óvoda kihasználtsága minél inkább nőjön, és előbb-utóbb bejussunk oda, hogy esetleg majd hozzá is kell építeni mindenképpen egy óvodát. Az elmúlt időszakban Petőfi bánya nagyon sokat fejlődött, több intézmény, közintézmény is megújult. Átadó beszédében Szabó Zsolt államtitkár arról is beszélt, hogy milyen újítások és átadások lesznek a jövőben a településen, amelyből a legfontosabbak az útfelújítások és építések. Jóhászné Barkó a polgármester elmondta, hogy a belső és külső felújítások után következnek az udvari játékok, melynek kialakítására az idő miatt nem került még sor én azt gondolom, hogy a, petőfibányai Petőfi bányai gyermekek, azok, meg a szülők nagyon örülhetnek azért, hogy egy ilyen kellemes környezetben és egy ilyen 21. századi épületben, illetve óvodában járhatnak. Az ünnepélyes szalagátvágás után a térség országgyűlési képviselője a kivitelezővel és a polgármesterrel közösen bejárták ezt a 21. századhoz teljesen méltó épületet.